Fumi, Zeno 17, 3. Mert ugye már van két ilyen videónk, ez most a harmadik itt a José karantén idején, hát de nincs karantén, ugye csak kiállási korlátozás, ami lehet, hogy lazul is holnaptól, de süssünk pizzát! De most semmivel nem készültem elő, úgyhogy néha te tartod, néha én. Hát egyből én tartom. Na, mivel kell kezdeni a pizzasütést? Bemelegíteni a izét, sütőt. Amit én mindig elfelejtek, mindenféle sütésnél, úgyhogy akkor ahhoz meg ki kéne pakolnod, hogy nyisd ki, mert tele van, teteje az üres, és akkor oda, én tudod, mint majd... Ezen szoktunk sütni. Mégis tök mindegy, mert azon a szilikonos lakkal. Jó, az halad el, azt úgyis halljuk. Többi kettőjét. Szóval kibakoltuk. Grill nem, rács. Nem, egy sütőrács. Ja. Na, akkor ezzel meg vagyunk. Jó. Kijön, izé. Nincs benne semmi. Na, hogy működik a sütő? Hogy működik a sütő? Fogalmam. Hát ez a négy, ez az izé, a gáz, nem? Akkor valami itt van. Ez, hogy hány fokon menjen, ez meg a csengő, ez meg nem tudom, mi a faszom. Hát, hogy alul vagy fölül süssön. Ott vannak a rajzok. Hát akkor alul süssön, nem? De. Na, a pizzát hány fokon sütjük? Kétszáz. Hát akkor először ki kell rángatni a hűtőbe a pizzát. Azod, fogd meg. Kirángatom. Fogalmam nincs. Nem egyszerű. Jó, ja, csinálunk. De arra kell tíz izét. Pluszban. Ja. Ó, azt mi tudok, hát ráírták valahova ide. De én eddig, lepózolom. Ott van felső, úgy látszik is, felső-alsó sütés esetén 225. Várja, akkor légkeveréses sütő esetén 200 fok. Úgyhogy akkor 200 fok felső. Bárcsiz, Robi. Érti? De akkor... ezt úgy kell bemelegíteni, hogy becsukod, mert így a lakás melegített. Hát, gondolom. És ezt kell tekerni. Azzal nem kell foglalkozni. Ja, ez a fog tényleg, most jó. És ezt tekerem 200-ig. Jaj. Még úgyse történik semmi, mert be kell kapcsolnod ezzel, hogy mi süssön. És merre? Van, mindegy merre tekered, ott vannak rajta rajzok fönn. Na. Ez mi? Ez felső lég. Akkor mi? Alsó felső lég, ez az. Ó, zsír. És amíg világít a lámpa, addig frankó. Igen. Teszünk még rá valami szalámit. Jó. Azt nézem, nincs éppen sajt. Sajt? Ilyen sajt, de jó lesz rende sajt. Masadame! Aztán ugye. Az edami. Tegyünk rá erős paprikát, de ez bitang lesz akkor. Ilyen... De csak egy ne olyat. Ilyen karikát. Hát szerintem a jalapenóval szórunk meg. Egyik felére. Á, szórni nem szórunk pizzát a sütőnk. Á, nincs paradicsomunk. Na. Bá. Akkor. Most, most te sütöd, vagy én sütöm, meg közben azért azt elő lehet készíteni. Ó, megint én unboxingolok, de jó. Azon gondolkodom, hogy mi lett rá. Mit? Szerintem erre rá de... tudod tenni. Itt egy tányért. Rá se fél. Hát nem papírostól. De jó, hogy fel van nekem már bontva. Igazi nosztalgikus. Gyere már ki. Megint kell az orrú. Oh, milyen kemény orrú. Ezt mondtad elvárja? Az miért ilyen domború, homorú? Nem tudom. Lehet pörgetni. Mi? Tényleg azért break shopka. Igen, azt le kell róla szedni, azt rásütöd, hogy nagyon fura lesz. Akkor próbálj még ne káromkodni, hogy túl sokat ki kell vágni. Ja. De ezt így hogy bontsam ki? Ha nem vágod rajta apróra a műanyagot, akkor nem marad rajta csak a műanyag. Nem oké, videó szelfi. Videó na, ugye, hogy ráfér. Ezek a gyűrt a szemetesbe, célszerűen pakoljál magad után, mert így nem lesz hol enned. Dobd le mellé, majd leviszem. Van, amikor még kellene fogtulni. De kell valamit vágni? Azt hiszem. Na azon kell egy kicsit javítani. Annyit segítek, hogy az erős paprikát ne kell megfognod, abból csinálok kizét, de azt úgyis mind a legvégén kell rátenni. Mi, Máki? Szép finoman kibontod. Ja, de nem kell erős paprika, tudod miért? Mert ez csípős szalámi. Direkt azt kértem. Úgyhogy ezt most kihagyjuk. Nem én eszem, hanem te. Most amikor ettem utoljára pizzát. Fehér liszt. Új, ez hogy néz ki? Fehér liszt. Ez
Nem a pizzára tesszük? Ja. Ja. Ilyet viszont teszem. Ez az a jó. Ez jó. Hús, zsír. Mondd meg, ha. Csak add neki. Ugye, hogy jó lesz? Oh, ez mi? Na, hogy kidob, kaja. Egyszerű, akkor csomagod vissza. Így kell 6 szelet pizzát rátenni 12 szalámigon. Mindig mi is megesszük. De ez legalább egészséges, nem fehér visz. Na, meg még dobjál rá egy sajtot legalább az egyik felére, ha te nem is szereted. Ezt meg tud bontani? Gyakran sokáig mos kezet. Ugye, ezt úgy folyamatosan kell tolni a kézmosást. Mi zenél ott benn? Nem hallottam valami fiát. Hát ez kicsit csokor. Nem, ezt tudja tépni. Teljesen. Hát, hogy kiférjen a saj. Ez mi? Ja. Ilyen szeletek. Jó, akkor... Ezt mondtam, hogy csak úgy tudod kivenni. De azaz. Van. Mehet rá. Ha nem szereted, akkor az egyik felére aztán jó van. És ez mi? Honnan tudod, hogy lehet? Sütő még? Hát ugye az ott már nem világít. Ja. Mert az egy termosztát. Amikor fűt, akkor világít. És hogyha tekered vissza, ahol kikapcsol, annyi fokos a sütő. Most jelen esetben 50, úgyhogy még nagyon hideg. Egyéb csak jó étvágyat. Legalább most az egészséges táplálkozás is zajlik. Nem csak a pizza hamburger, ugye? Na, már csak a mozgás kell. Megmutatom, hogy én hogy szeretem a szendvicset, hogy fit szendvics, mert ugye a fehér viszt az... De ez mi megyőség. Az a seggeden? Milyen seggeden? Jó, direkt így van, hogy lássák, hogy úgy. Jaj, jaj. Nagyon kellett sietni. Aztán valamit fölvettem. De nálam így szokott kinézni egy szendvics, mutatom. Ja, nincs benne kenyér, nem? Hát pontosan, mert a kenyér, az fehér viszt, az egy tök fölösleges dolog. De ennyire sok sajtot teszel bele? Fúj. Hát lehet ezt választani, hogy most sok sajt, vagy sok szalámi. No, az én. Kóstold meg ilyen finom szendó. Yeah. Ez a fit szendvics. Fehér lisztmentes. Én így szoktam enni. Ez kicsit jó. Na persze, hogy jó, nincs benne liszt. Ugye én utálom a sajtot, de... Ez a baj, füstölt edem, nem. Nem. Hát mazdam mell, vagy micsoda, most nem tudom. De igen, de ez ízére lenne, edem. Hát edamé-szerű. Szerintem tök jó. Ja. Hát azt a részt tett ki belőle, ahol van a szalám. A szalám is rész, az jó. Meg így egészséges. Rohadt erős le. Mit adjak hozzá? Így áll egy kis... Teát, C-vitaminnal, ugye? Mert teát, mivel is csak C-vitaminnal? Hát tegyél bele, amíg már megdőlök. Milyen savanyúmán? Persze. Na ugye a citrom az minek? A citrom az. Ha egy C6-ot C-vitamin. Ez sosem melegszik? Mert elment az áram, vagy micsoda? Oh, nagyon sok sajt van. Mert ugye, hogyha sajta leszed a szalámit, az ugye elég drága, mert egészséges. Vagy fordítva. És azért szoktak rá az emberek arra, hogy kenyérrel kell enni a szalámit, mert a kenyér az 20 fillér, a szalámi meg 2000 forint, vagy most már 6000-6500 forint kilója a szaláminak, a kenyérnek meg talán 3-400. Szóval van közte egy több mint egy nagyságrend különbség, és ez miatt megszoktatták az emberek a gyerekekkel kiskortól, hogy kenyérrel kell lenni, azért van a pizza is, hogy liszt, ami pár fillér, és akkor azt teszed. De hát az nem étel, szóval nem tápanyag, nem kell. Egészségtelen. De mindegy, együnk pizzát. Csinálnék teát, csak ugye csinálom a kávét, 2 kilowatt, csinálom az előmelegítés alsó főső sütése 4 kilowatt. Most egy 1 kilowattos mikrót már nem nagyon meleg bekapcsolni hozzá, hanem majd amikor ő bemelegedett és ő elhallgatott itt, akkor nem megy, akkor nem fogyaszt. És ha nem fogyaszt, akkor bekapcsolhatjuk a mikrót. Mert azért ne akarjuk már 20 kilowattot egyszerre, miért kell túl terhelni a hálózatot, azon a... Mondjuk ide a konyhába, azt hiszem, külön vezetéket húztam, de ez tök mindegy.
De mindjárt leföl a kávé, akkor mehet helyette a mikró. Meg az is kapcsolgatok, akkor már nem nyílen megy. Megnézem, hány tokon van? Nekem mindegy. Hát egy ilyen 150-nél kaptam rá. Még kell egy 50 fokot melegedni. De szerintem most már berakhatod, aztán majd 150 fokon, ez úgyis egy fagyott mínusz 10-12 fokos, mínusz 18 fokos kődarab. Annak a 150 fok plusz a 160-nal arrébb van, 170-nel. Én úgy csináltam volna, hogy először kinyitom a sütőt, hogy ne vágjon pofán a meleg, ne még le a bőr az arcodról. És ha kinyitottad, akkor itt csap ki a hő, oda nem hajol bele, fejet hátrébb húz. Nem kell ennyire, csak nem hajol ide bele. Kinyitott teljesen. Most itt jön a veszteség, kimegy a hő az ablakon, úgyis visszahűlünk 100 fokra, ha ennyit tökölsz, akkor 50-re. És úgyis kezdődik előről. Na, nyugodtan belenyúlhattál volna, mert az csak 100 fokos az a valami. Becsukod. És most hány percet? Mit? Na, hány percet kellett sütni? Fogalmas. Te olvastad azon a valamin. Ja. Hány perc? Hova hűtünk vissza? 150 körül vagyunk, jó lesz ez. 200 fok, 10 perc szerintem, nem? 10-12 minit. Nem tudom, hol van, valahol ott. Hát itt van. Spanyolul vagy mi ez? Spanyol. Na, kávé kész. Jaj, mehet a mikró. 10-12 perc egyébként. Na, hát akkor ez most 10-12 perc múlva visszatérünk erre a témára. 10? 10? De nem bírom, várjál már. Jó. Ahogy valami csörög van. 4 percre tettük a teát, úgyhogy 3 perce már sül a pizza legalább, vagy inkább 4. Ez már úgy látszik. Most az asztal. Na, majdnem kész, ugye? Ha takarékoskodni akarsz, akkor azt kellett volna csinálni, hogy a termosztát az utolsó 3 percre lekapcsolod, nem megy a fűtés, viszont megy a légkeringetés, a sütőben úgyis kevés a hőveszteség viszonylag, és így még akár 5-6 percig is sütheted úgy a pizzát, hogy közben 200 fokra jó, a 160-ig esik vissza, majd össze lehet megmérem, de még így szénnél lehet sütni vele akármit, szóval, hogyha még 3 perc ezelőtt letekerem a fűtést, akkor azzal a maradék hővel sütöm meg a pizzát ingyen. Vagyis hát nem ingyen, hanem azt a részt ingyen. Így meg, ha ki kell venni a pizzát, akkor ki kell venni a pizzát, úgyhogy mese nincs, szerintem ez kész van, nem? Mert ilyenkor, ha lekapcsolod a sütőt, akkor ez a hő, ami bent van, ez mind veszteség. Hogy fel? Kész? Szerinted? Ne süssük tovább. Nem, jó az. Biztos? Szerintem. Mert úgy kéne kivenni, hogy ne égjél meg. Azaz. Legegyszerűbb, hogy kinyitod a sütőt, lekapcsolsz mindent, aztán megvárod, amíg lehűl. És akkor is kezd kivenni. Vagy akkor már kiveszed ehető hőfokkal. De én mutatok egy csinált, én kiveszem helyetted. Ez az. Talán... Nem hozzá valami lapos vacak. Van ilyenünk is, hogyha ezt akarod összekedni, csak utálok mosogatni. Ezzel a vacakkal alá tudsz nyúlni. És ráállok ez a talán. Vagy hőálló kezed van, mint nekem, mert ugye műszerésznek 300 fokig hőálló a keze, és megfogod a 200 fokos tésztát, és simán ráteszed. De ezt te ne csináld, mert neked nem hőálló a kezed, nem vagy műszerész. Szóval jó vagy sajtot, meg ilyen 200 fokot én lazán fogok, pár másodpercig, mert a pálka ugye 400 fokos, azzal szokta az ember topogatni a kezét, és egy idő után érzéketlen az ujja. Ezt te ne próbáld meg, mert fáj. Mondom, fáj, nem? Rövid idő alatt nem melegszik át. Hát akkor kész, a pizza meghűl, megeszed. Ja. Mi a videó vége? Csumi. Na meg iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok semmiről. Csumi.